Köszöntöm a stúdióba Kovácsné Kerekes Katalint, a Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár munkatársát. Jó napot kívánok, én is köszöntök mindenkit. A mai beszélgetésünk témája nem más, mint hogy működik a Művelődési Házban egy Römi Cup nevezetű klub. Mit lehet tudni erről a klubról, mert ugye ez egy játék, ez a Römi Cup. Hogyan működik ez a játék? A Römi Cup, vagy Rumi Cup, vagy táblás Römi, ez egy elég régi játék. A története oda nyúlik vissza, hogy Erdélyben beszüntették a kártyalapok használatát, ezért a furfangos erdélyek kitalálták, hogy a francia kártya színei és figurái helyett 1-től 13-ig megszámozták a lapokat, és négy színt használva, két szériát mindenből, és ezekkel ugyanúgy lehet játszani a römi játékot. A szabályok leginkább a rabló römihez hasonlítanak, tehát négy színünk van, itt a fekete, a kék, a piros és a sárga, és 1-től 13-ig vannak a kövek, két szériába összekeverjük a köveket, négyen játsszák ezt a játékot, és kezdőkörben mindenki kap 14 követ. És az a játék célja, hogy mind a 14 kőtől minél hamarabb megszabaduljunk. Természetesen játékba jönni csak akkor lehet, ha legalább 30 pontérték van a kövekből. Lehet csoportokat kialakítani, és lehet sorokat. Csoportokat az azonos értékű lapokból. Például 3-10-essel már be lehet lépni, lényeg, hogy különböző színűek legyenek. Illetve sorokat lehet létrehozni az azonos színű és egymást követő számértékekből. Tehát a legkisebb ilyen egymást követő számérték a 6-7-8-9, amivel már be lehet lépni. De természetesen, ha 4 vagy 5 hármas csoportból jön ki a 30, azzal is le lehet lépni a tábláról. Nagyon bosszantó, amikor olyan lapok jönnek sorba, hogy nincs meg a 30, nem tudok sehogy se kilépni, és akkor csak nézem, hogy a többiek esetleg játszanak. Ez a legrosszabb, mert hiába jó játékos valaki, ha nem tud játékba lépni, akkor onnastól kezdve nem érvényesül a tudása. És természetesen miután beléptem, akkor a következő körben már az asztalon lévő csoportokat, tehát az a szabály, hogy legalább 3 kőből álló csoportok legyenek, ezeket a csoportokat, sorokat lehet kiegészíteni, szétszedni, felbontani, átvariálni, bármit meg lehet tenni. Nagyon fontos dolog, hogy mikor már sok lehetőség van az asztalon, tehát sok sor vagy sok csoport, akkor nagyon figyelnünk kell az időre. Amikor csak egyet-egyet teszek oda, az természetesen az pillanatok alatt megvan, vagy cserélek egy jolit, vagy bármi. Viszont ha nagyobb átrendezésbe kezdek, akkor mindig a homokórát használjuk. 1 perc az idő, ami rendelkezésre áll. És ez van, akit nagyon zavar, de van, akinek meg segítséget ad, mert ránéz, ó, még van idő, még gondolkodhatok, hogy tudok-e valamit variálni a táblámon lévő és az asztalon lévő kövekkel. A játék célja az, hogy minden kőtől megszabaduljunk. Akkor van vége egy fordulónak, amikor valamelyik játékosnak az összes köve elfogy, akkor leborítja a tábláját, és a többieknél fennmaradó köveket az adott játékosok mínuszpontba fölírják, és az abszolút értéket pedig a nyertes pluszba megkapja. És akkor így alakul a pontozás, és így lehet versenyt szervezni ebből a játékból. Első körben a győzelmek száma számít, és ezt követően a második rendezési szempont pedig a pontok száma. Tehát ha valakinek van 2 győzelme és -5 pontja, az előrébb van a ranglistán, mint akinek 1 győzelme és 120 pontja van például. Ez egy nagyon jó logikai és memóriajáték, így ahogy elmondta, hirtelen nem is tudtam követni a szabályokat, de gondolom, hogy erre kell idő, míg a játékosok ezt megtanulják, ezt a játékot. Mikor alakult a Művelődési Házban ez a klub, és hogyan jött az ötlet? Köszönöm a kérdést, fantasztikus volt, ma is elevenen él bennem a pillanat. 2018. januárjában az Életet az Éveknek nyugdíjas klubbal egy évnyitó foglalkozást tartottunk, és az éves tervek megbeszélése után, hogy egy kis színes dolog is legyen a napban, arra kértem őket korábban, hogy hozzanak be társasjátékokat otthonról, akár amit karácsonyra kaptak, akár valamit, amit szívesen játszanak az unokákkal, és hát többen hoztak, volt kártyajáték, volt memóriajáték, valaki behozta ezt a Römi Cupot, és akkor érdekes módon kialakultak játszó csoportok, és a
römikab asztaltól nem akartak fölállni az emberek. Tehát mutasd, én is hadd játszak, akkor én is hadd próbáljam ki. És a végén már lejárt a foglalkozásra szánt idő, és akkor ráadásul előtte való novemberben Mándoki Lászlóné Icus megnyert egy versenyt az Életet az Éveknek Nyugdíjas Klub Országos Szövetségének egy ilyen wellness alkalmán, ott volt már verseny, én erről addig nem is tudtam, csak láttam a fotókat, és akkor kérdeztem Icustól, hogy is van ez a játék, vagy hogy versenyek vannak, és ő beszélt néhány szót róla, szikra a fejembe, fölrohantam az igazgatói irodába, és megkérdeztem Szepesi Tibor igazgató úrtól, hogy én látok ebbe fantáziát, indíthatunk egy klubot, egy kis csoportot, egy szakkört ezzel kapcsolatban. Persze, rábólintott, olyan a támogatást egyből megkaptam, lerohantam, Icust megkértem, hogy legyen a vezetője, de utána elformálódott a dolog, tehát én nőttem bele ebbe a szerepbe, hogy én lettem a csoport vezetője, 10 fővel megalakult a csoport, most 40-en vagyunk. És azóta töretlen a lelkesedés, hetente egyszer találkozunk. Tehát 2018. január végén megalakultunk, és 2018. márciusban már mentünk Budapestre országos versenyre. Hát rettegve azt se tudtuk, hogy mi meg hogy kell ezt játszani, vagy próbálgattuk a játékot, hogy hogy kell versenyezni, és néztük a nagyokat, akik 3 lépést is megcsináltak egymás után az asztalon, és el voltunk ájulva, hogy hát mi, de mikor fogunk eljutni. De megvan a jó hír, mert lehet benne fejlődni. Tehát nagyon, tehát szemmel látható a játékosok előre menetele, nagyon sok versenyen remekül helytállunk. Hát nyilván szerencsefaktor is van, mert ha valaki nem tud játékba lépni, hiába jó a tudása, mint említettem, nem tudunk nyerni, de azóta is töretlenül működik a klub, amint mondtam, 40-en vagyunk. És most már per pillanat, milyen korosztályt vonz ez a játék? Tehát kik vannak most a klubban jelenleg? Jelenleg nyugdíjas korosztály, tehát az Életet az Éveknek nyugdíjas klubból jöttek sokan, ők voltak az alapító tagok, és utána a családba elment a híre, és barátok, ismerősök, szomszédasszonyok csatlakoztak, testvérek a klubhoz. 2 Berekfürdői klubtagunk is van a kezdetektől, ott ők nem tudtak megerősödni egy csoportba, ezért bejárnak, tehát hozzánk tartoznak, és nagyon ügyes játékosok egyébként. És tehát ez a korosztály. Tartottunk már, meg akarunk nyitni az ifjúság felé, tartottunk már népszerűsítő alkalmakat. Adventi játszóházban például, vagy az őszi játszóházunkban, és ez is nagyon szívmelengető példa, hogy az az anyuka, aki a 2 lányával leült ott játszani, posztolta utána a képet, hogy ezt a játékot vették meg karácsonyra, és a család lelkesen játsza ezt a játékot. Összehozza az embereket, az van a dobozára írva, hogy brings people together, és valóban így van, játszani jó, barátságok alakulnak, remek időtöltés, az idősödő korosztálynak remek memória gyakorlat, a fiataloknak meg remek fejlesztő dolog, és hát mondjuk az idősebbek rettegve ülnek le egy 10 éves gyerekkel az asztalon, hogy úristen, a kis friss gondolataival majd hogyan fog szerepelni, de korosztálytól független, tehát 10 éves kortól 99 éves korig ezt javasolják, úgyhogy remek játék, be tudja szippantani az embereket. És még egy érdekes dolog, kezdetben Szepesi Tibor mostani polgármester úrtól, akkor az intézmény igazgatója volt, kaptunk egy világos kék pólót, mert az volt valami raktáron, azt tudta idadni, voltunk vagy 10-valahányan, fölvettük egy világosabb színű, mint ami most rajtam van póló, és mi már így csapatként jelentünk meg az első versenyen. És utána gyakorlatilag így futótűzként elterjedt a póló készítetés a csoportokban, és nagyon színes kép alakult ki így rólunk, néztük a csoportképet most a versenyeken, utána mi készítettük ezt a türkiszkéket, mert ez annyira virít, annyira szép, és akkor a karcagi, aki a türkiszkék, van egy budapesti csoport, a 16. kerület, a kertvárosiak, ők a pirosat választották, a kabaiak a narancssárgát, a monori erdőiek erdő a zöldet, és a felső tárkányiak pedig a pink szint.
és már messziről látjuk egymást, ha vonattal utazunk egy versenyre, hogy ó, ott jönnek az egyik csoport, másik csoport, és kezdetben még nem nagyon ismertük az arcokat, de a pólót megláttuk, és akkor már kialakultak a vonaton a kis csoportok, és beszélgettünk, egyre több barátság szövődik a közösségi médiában. Tudjuk egymással tartani a kapcsolatot. Remek, nagyon, nagyon jó közösség, nagyon jó ide tartozni. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm.